Szigetek és mellékágak útvesztője, zátonyok és zúgók világa. Egy változatos és vadregényes táj, melyet egy nap alatt bejárni lehetetlen, egy életre megszeretni viszont éppen elég. De hogyan is alakult ki az ország legnagyobb szigete, melynek hossza 52,5 km, szélessége pedig átlagosan 6-8 km. Ebben a vadregényes környezetben hívta életre a Magyar Kajakkenu Szövetség a helyi klubokkal együttműködve az első Mosó-Magyaróvár győrevezést, ami részben verseny, részben pedig kihívás. Kihívás, hiszen bárki, aki kedvet érzett magában, elindulhatott, akár a maximális távon, akár a három rövidebb szakasz egyikén. Az esemény azonban része a Maraton Challenge sorozatnak is, ez lesz a második állomás. Így az ország legjobb hosszú távú kajakosai most extra terhelést kaphatnak. Amíg ugyanis a mai versenyrendszerben a maraton a férfiaknál 30, a nőknél pedig 26 km, itt ennek több mint a dupláját kell majd teljesíteni. Hiába van ugyanis a két nagyváros vízitelep egymástól 38 km-re, a kajakosok nem a szárazföldön és nem is a legrövidebb úton mennek, 75 km vár rájuk a vízen. A Mosoni Duna ugyanis kellően sokat kanyarog. Első helyszínünk tehát Mosó-Magyaróvár, május 30-a, vasárnap van. Már csak egy óra van vissza a rajtig. Nézzük, mi történik ekkor az Itatónál, vagyis a helyi vízisport egyesület telephelyén. Ugye a leghosszabb bevezésem az Dél-Afrikában volt, az 115 km volt azt hiszem, de abban volt ugye futás is. Tehát én azt mondom, hogy az ilyen 90 km volt, és az 8,5 órán keresztül tartott. Ettől most egy 4,5 órát várok, úgyhogy nagyon rége vesztem ennyit, főleg lefele. Hát minden esetre szerintem fájni fog. Solti László hajója beszédes számot kapott, ahogy a többiek, ő is éppen a tartalék energiákat raktározza. Forma 1-hez kell hasonlítani az egészet. Zöld hajó, Aston Martin 007. Úgyhogy hát remélem, hogy a Forma 1-hez nem hasonló lesz a teljesítményem. Igyekszem jobban szerepel, mint eddig, próbálok visszatérni a maratonba. A világbajnokok jól tudják, a maratonisták egyik legjobb barátja a két oldalú ragasztó. Viszek egy kis energiát magammal, hogyha eléheznék, vagyis hát még mielőtt eléheznék, és akkor ez így lesz a legkönnyebb, hogy innen csak lekapom útközben, és akkor pótolom az elvesztett energiát, már amennyire fogom tudni. Az időjárás hűvös, esős napot jósol, a mindig vidám Célai Vörös Zsófi is még nagy kabátban várja a rajtot. Hoztam banánt, műzlit, még műzlit, 2 liter innivalót izotóniásba, és egy snickerset is, csak hogy jól menjen. Hát itt az alsó felemnek fog leginkább fájni ez az egész 75, de én úgy indulok neki, hogy ez egy jó buli lesz, vagy nem is tudom. Jól próbál magamat érezni, akkor nem fog fájni. Csai Renátánál több verseny alig ha indult bárki is ebből a mezőnyből, így senkinek nem kell aggódnia. A világbajnoknak nem kell majd visszajönni a papucsáért ide Óvárra. Profik mellett itt vannak sokan, akiknek a vízisport a szenvedélyük. A legtöbben már indultak ilyen hosszú versenyen. Meg kell tartsuk a tartalékainkat a végéig, mert hogyha elfogy, akkor szerintem az fáj. Így is fájni fog. Hát de tudod, amikor sokat ülsz egy helybe, az izületek, a vállak, a térd, a derék, szóval így azért az ad az embernek. Volt Budapest baja, 165, volt Csepel-sziget kerülés, ami 114, raktam bele fagyasztott üdítőt, ami ugye nagyon jó ebbe a hidegbe. Úgyhogy ez igazán klassz lesz, amikor így a jeges üdítő folyik le a torkomon. A 75 kilométert a stand-up kenusok még nem vállalták,
Az O-triggerrel, a túrakenuval és a tengeri kajakkal indulók viszont már készülnek a beszállásra. Igazából előnyben annyiba számít, hogy a tengeri kajakkal mész, hogy az időjárási körülményeknek és maga a víznek nem vagy annyira kitéve, tehát egy stabilabb, nagyobb hullámokban is használható hajó, de ezáltal ugye a sebességből veszteni kell, tehát versenyzésen nem annyira alkalmas. Viszont az élmény az nagyon jó benne, úgyhogy ha nem is elsőként, de biztos valahol a középmezőnybe beérünk majd. Akkor rendben elrajtolt tehát a mezőny, nem sokára pedig jön az első kaland. 4,5 kilométerre van ugye egy csúszdánk, ami valaki lehet, hogy nem fog teljesíteni, vagy már nem tud, mert nem fér el a hajója, de összességében abszolút teljesíthető. És az talán a legnagyobb élmény, és utána nagyon szép változatos a környezet. Tehát a víz is, hol gyorsabb, hol lassabb, szóval lehet benne kicsit nézelődni is a nagy tempó mellett. Nagyon lassú, tehát ezzel nagyon sok előny nem szerez, éppen csak annyi, hogy nem álló víz talán. De azért folyik, tehát óránként biztos, hogy folyik egy ilyen 1000 méter, tehát nem egy nagy segítség azért, de mégse álló vízen eredve. Mindenképpen olyan állapotba kell egy 75 kilométernek belevágni, aki tudja magáról, hogy tudja majd teljesíteni, és nem először egy 10 kilométer után fogja ezt elkezdeni, hanem ő tudja, hogy már viszonylag hosszú távokat is képes volt teljesíteni. Az, hogy ki tudja ezt teljesíteni, az igazából nekem volt egy atlétika tanárom a egyetemen. Ő azt mondta, hogy nem a távolság öl meg, hanem a tempó. Szóval itt minden azon múlik, hogy be tudja az ember osztani a saját erejét. Már sokat emlegetett csúszda után némi hullámlovaglás várt a mezőnyre. Verseny van! Egy a versenyre fittyett hányó motorcsónak jó voltából, de azért némi rábeszélés után a pilóta belátta, hogy jobb, ha meghúzza magát egy 5 percre a part mellett, amíg elhalad a mezőny. És amíg a szabadidős versenyzők érkeztek, az élmezőnyre egy nem várt meglepetés várt. Erről persze nincs felvételünk, de így elmesélve is nagy kaland lehetett. El tudtam jönni a többiektől, a Szekeres Zsoltival, meg egy páros hajóval. Ott volt egy kis malőr, az egyik ágban volt egy nagy bedőlt fa, és keresztbe vágt, és azon kellett átugrálni és átmászni a hajókkal. Csúszdát sikerrel vettük, és aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy volt egy elágazás, ahol mi a baloldali ágat választottuk, és egyszer csak azt vettük észre, hogy útzár van. Én nem tudom, hogy a hódok, vagy nem tudom kik, de egy kisebb gátat emeltek ott pár fából, úgyhogy ott ki kellett ugranunk, és ott mászni kellett ugye át a tuskókon, úgyhogy nem volt egyszerű. Nem is volt olyan nagyon taktikám, de azt szerettem volna megcsinálni, hogy a rajtban egy lassabb fiú vizet elkapok, és azzal végig tudok esetleg menni elszakadva a női mezőnytől. Sajnos ez
ez meghiúsult, mert 7 kilométernél mi a bal oldali ágat választottuk, ahol keresztbe állt egy hatalmas fa. Sajnos azon át kellett kelnünk, de a folyás az meg nagyon nagy volt, és egy kicsit elbénáztam. És ott összeszedtem a Renéktől egy jó másfél-két perces hátrányt, és ez 17 kilométeren betellett, amire felhoztam őket. Miután az Ottrigger túl széles, hogy lemenjen a csúszdán, Tóth Jánosra egy fél kilométeres séta várt. Szerencsére volt segítsége, így a főút mentén hamar eljutott a beszállási pontra. Az átemelés az lehangoló volt, mert mindjárt a mezőny végén voltam, és aztán föl kellett dolgozni egy kicsit. Az nehéz volt. Hát egyébként meg ez ilyen, tehát kegyetlen. Én nem pihenek, mert félek, hogy nem tudok visszaszállni, úgyhogy én inkább nyomom végig. Kiöregedett öreg kenús vagyok, és hát egy kicsit ez az életem. Egyébként is azt mondták, hogy két infarktus után muszáj a szívet dolgoztatni, mert különben baj van. A versenyzők közül egyébként ekkor már sokaknak megfordult a fejében, hogy jövőre akár egy picit meg is lehetne spékelni a futamot. Mutatok egy példát itt a térképen. Kimlén van egy nagyon kanyargós szakasz, ott akár át is lehetne vágni úgy, hogy kiveszi az ember a hajóját. Itt, ezen a másik ponton meg beteszi. Közben pedig átsprinttel. Nyilván, hogyha az időjárás éjszaknak megfelelő lenne, tehát nem ősz lenne nyáron, akkor nagyon jó lenne, hogyha egy 5-10 fokkal melegebb lett volna, akkor még nagyobb buli lett volna. Meg hát itt felmerült többekben, hogyha egy-két futószakasz még lett volna benne, akkor a derekunk se fáradt volna el annyira. Én egy kicsit megspékelném futószakaszokkal is, hogy ugye kicsit megtördelje a mezőnyt, vagy hogy ne az legyen, hogy ugye négyen együtt megyünk, és akkor legyen a hosszú együtt evezés, tehát ne hosszú evezés legyen, hanem tényleg verseny, és ugye ezt a futószakasszal tudja. Most aki nem jobb futásba, valószínűleg jobb evezésbe, akkor megint utol kell érni. Akkor aki evezésbe jobb, annak figyelnie kell, hogy mikor kell futószakaszozni. Tehát én 3-4 futószakasz biztos, hogy beletennék. Nyilván megvalósítható, de akkor ketté kell választani, úgy gondolom, a mezőnyt. Vannak azok a versenyzők, akik valóban versenyeznek, maratonisták és futószakasszal szeretnék teljesíteni, és nekik ez kötelező kell, hogy legyen, akár a frissítőhelyeken, de azoknak a vizitúrázóknak, szabadidősöknek szerintem nem kell ezt kötelezővé tenni, akiknek elsősorban az a feladatuk, céljuk, hogy teljesítsék a távot, mert ők egyébként is kiszálltak és megálltak, akár Dunaszegen, akár Zámoljon egy frissítőre, vagy egy szelet műzlire, tehát nekik nem fontos az, mert egyébként is megoldják azt, hogy gémberedett tagjaikat egy kicsit felfrissítsék. Igen, a maratonistáknak ezt be lehet iktatni a következő években. Ha már Kimle, Győrtől 45 kilométerre vagyunk, legalábbis, hogyha a folyó szakaszt nézzük, itt rajtolt el a legnépesebb mezőny. Kicsivel több, mint fél óra előnyük volt a 75 kilométeres próbázókhoz képest. Öröm volt nézni, ahogy megtelt a folyó kajakosokkal.
Elsősorban szerintem az lenne a fontos, hogy az elkövetkezendő években is esemény legyen, egy olyan esemény, ahol idézőjelben mondom, profi sportolók a szabadidő sportolókkal egy esemény keretében tudnak akár versenyezni, vagy akár csak teljesíteni a távot. Szerintem arra kell minél nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy minél szélesebb körben tudjuk megszólítani a vízeljárókat, legyen az kajakos, kenus, szápos, sárkányhajós és vízitúrázó, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt ezen a versenyen. Most mindenki, aki itt volt, tapasztalhatta, megtapasztalhatta, hogy mire képes. Voltak néhányan, akik túlvállalták magukat, és szerintem nagyon sokan voltak olyanok, akik féltek egy kicsit, és kicsit alulvállalták magukat, és csak a 8 vagy a 16 kilométerre neveztek be, holott bőven alkalmasak lettek volna felkészültségük alapján akár a 45 kilométerre, de még a 75-re is. Egyre nagyobb erőket mozgósított mindenki, jó volt látni, hogy a versenyzők egymást segítik. Így kisebb-nagyobb mezőnyök alakultak ki, hogy felváltva egymás oldalvizén egy picit mindenkinek megkönnyítsék a mozgást. Nagy mezőnyök voltak, tudtak egymáson vizezni, váltott vizezéssel jönni a versenyzők. Másik az, hogy nagyon gyorsan folyik most a Mosoni Duna, különösen a felső szakaszon, és hát jók voltak a versenyzők, készültek erre. Nagyon sok jó maratonista versenyző volt ezen a versenyen, akik részt vettek, és hát nyilvánvalóan ez az időeredményeken is meglátszik. Nem sokkal a déli harangszó után egy vihar csapott le a mezőnyre, mikor még csak az óváról, illetve a kimlérő rajtolt versenyzők voltak kint a vizen, hát alaposan bőrigázott mindenki, de ahhoz képest, amit jósoltak előre, tulajdonképpen olcsón megúsztuk. Perckor Dunaszegről, majd 13 órakor Győr-Zámojról is elrajtolt az utolsó mezőny, 16, illetve 8 kilométer várt az innen indulókra. Itt már jóval több kenus, illetve stand-up kenus is rajthoz állt, úgyhogy teljesen vegyes volt a mezőny. A rajtszámokról egyébként meg lehetett állapítani, hogy ki honnan indult, hiszen más volt a színe, és más volt a sorozat száma is. Úgyhogy akkor, amikor feltűnt az első célba érkező, mindjárt tudtuk, hogy Győr Zámojról rajtolt. Héja Dávid és Koszó Milán vívott nagy csatát a végén, végül a Szőke Tisza utóbbi versenyzője nyerte meg 34 perc, 37 másodperccel kettejük külön versenyét, a lányok közül pedig elsőként a győri Tatai Bíborka érkezett meg. Aztán persze, szépen sorban jöttek a többiek. Egy nagy tapsot kérünk a két fiatalnak! Óriási csatát vívott a Graboplasz Győr két ifjú reménysége, az egyaránt korosztályos válogatott kolozsvári Bruno és Mitring Oliver. Már több mint három órája vízen voltak, kettejük csatáját végül is hajszállal, az ifjúsági maraton Európa-bajnokságra is készülő Bruno nyerte meg. A gyerekek közül mindenki egy emlékérmet kapott, és nyugodtan fölállhattak a dobogó legmagasabb fokára, hiszen a kihívást teljesítették, akár 8, akár 16, akár 45 kilométert vállaltak, és közben vártuk, hogy mikor érkezik meg az első felnőtt versenyző Mosomagyaróváról. Simon Bali bácsi elkezdett neked felé, jöhet akkor egy taps! Nos, 4 óra 38 perc után megérkeztek a srácok. A Mosoni Duna 75 kilométeres versenyének első győztese, a Marathon Challenge második állomásának férfi bajnoka, az Építők Margit szigetből Aranyosi Gábor lett. 4 óra 38 perc 58 másodperces eredménnyel. Kemény volt, mondjuk idén már mentem Szentendrei szigetet, kerültünk tavasszal, az egy hasonló erőpróba, de ez azért most így már máshol tartunk a felkészülésbe, szóval kicsit hosszabb volt, mint amit szoktunk menni. De mindenképp jól beilleszthető a mostani felkészülésünkbe, hogy az EB-re már készülünk, Adrián is, én is, meg a Zoboki Zoli is. Célba érni és kiszállni, az esik a legjobban.
Kevésbé, hát úgy közepén, úgy 50 kilométernél azért ott jön a fáradtság. Már a végén ment a taktikázás, hogy Adrián egy kicsit vezetett, aztán átadta utolsó pár kilométer, és akkor én is egy kicsit vezettem csak, utána átadtuk az Ozónak, onnantól már ugye végig levezette itt kb. Az egyenest, de én már alapból úgy helyezkedtem, hogy tudtam, hogy ugye a folyásba szeretnék egy kicsit lenni, hogy az segítsen. Szerencsére volt egy kis hátszél is, és szerintem a pozícióválasztás sokat számított, meg utána az Ozó azért hibázott egy nagyot azzal, hogy rossz irányba indult itt a bolyt kerülni, itt a part felé, így aztán nekem meg is könnyítette a dolgomat azzal, hogy én bementem a folyásba, és ők meg saját maguknak megnehezítették. Vagyis hát az Ozó az Adriánnak is szegény nekik. Aranyosi Gábor mellett Zoboki Zoltán és Boros Adrián állhatott fel a dobogóra. A férfi győztes után majd 20 perccel megérkezett a nők legjobbja. Célai Vörös Zsófia, 5 óra 2 perc, 49 másodperccel. Hát minden elismerésem azoknak, akik ezt levezik, és tényleg élvezettel végigcsinálják, de amúgy szerintem ez csodálatos, hogy mindenki jött és nevezett, vagy hát, hogy sokan jöttek el, de ez jó dolog. Célai Vörös Zsófi mellett Csaj Renáta és Sinkó Panna állhatott fel a dobogóra. Az utolsó 20 kilométeren sajnos nem tudtam inni, ezért a végére nagyon megfáradtam, de amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy a várakozáson felül teljesítettem saját magam számára. Jobban féltem tőle, nem mostanában mentünk ilyen extrém hosszú távot, úgyhogy tartottam tőle, és ha tudtam volna frissíteni, azt hittem, hogy nem, eltűnt egyszerűen az innivalom. Mint utólag kiderült, a leghátul volt a hajomba, pedig kétszer is kiszálltam önteni, mert pumpát se vittem, úgyhogy kétszer kiszálltam önteni, de egyszerűen nem találtam meg, úgyhogy az utolsó 20 kilométeren, hogyha tudok frissíteni, akkor most még jobb állapotban állnék itt. 5 óra alatt benn volt a legjobb ifjúsági versenyző, Varga Olivér, a lányok közül pedig remekül segítette egymást Csendes Maja, Horváth Zsófia, Vas Regina és Németh Alma. Ők 6 óra 16 perc után érkeztek meg a célba. Készültünk rá, csak így lélekbe fel se tudtam így fogni, hogy ez mennyi, ezért volt szerintem könnyű. Bevállaltuk és leveztük, és én nagyon büszke vagyok magamra, hogy sikerült. Hát szerintem egyedül nem igazán jutottunk volna le, az biztos. Nagy segítség volt, hogy tudtunk vizezni egymáson végig. Szerintem ez nagy részt inkább fejben dől el. Aztán természetesen kell hozzá erő, meg állóképesség nagyon sok, de inkább fején azt mondom. Mindenre képesek vagyunk, főleg együtt a csoporttal. 6 óra után pedig szépen sorban szivárogtak a szabadidős versenyzők is, legyűrve a 75 kilométert. Fárasztó volt, de megtiszteltetés, hogy világbajnok ezt végigcsináltam, úgyhogy csak így előre. Amatőr létem, ez nekem egy nagy kihívás volt, és örülök, hogy sikerült. Folyamatosan megyünk egész évben, tehát heti legalább 3-at evezünk meg, egy 2-3 köredzés, tehát az majdnem minden nap edzünk. Hát jobb volt, mire gondoltam, tehát nem volt vészes. Derekam nem bírt ennyi. De jó voltak a frissítő állomások. Mi történt a frissítő állomáson? Ittunk vizet, megkettünk kekszet. Más nem volt, mert a kísérőnk személyzetünk az egy állomással arrébb, mert mindig. Még mindig úton van, köszönjük szépen neki egyébként. Hogy lehet felkészülni, szóval erre azért nem. Tehát erre ezt szagyilag lehet. Tehát hiába edz a Jenő és a meg váltott párukkal, mert én mondjuk akkor kernozom, akkor elmegy a Gantival. Erre az egy speciális dolog. Az agyba dőlt el, de szerencsére jó jött ki. Könnyebb, mint gondoltam. Jó időnk volt, hátszél, napsütés, nem volt nagy meleg, jó volt. Eső is volt? Volt, közben szakadt az eső. Imádom. Igazából az volt, hogy meg tudom-e csinálni, és ha nem, be tudom-e látni, hogy nem. De sikerült? Itt vagyok. Nagyon jó volt, nekem tetszett, gyerekeknek is szerintem, mondjuk motorossal kísértük a mezőnyt Kimléről, elég hosszú volt, egy olyan 5 és fél óra, de becséren elkapott minket az eső, szépen megáztunk,
De nagyon jó volt, szóval bízom benne, hogy jövőre is meg lesz rendezve. Volt egy-két személy, akit kellett noszogatni, de amikor már győrzámai pihenőnél megvoltunk, és 8 kilométer volt a célig, akkor mindenki erőt vett magán, és eredményesen befejezte a versenyt. Mi esetben nagyon jól megtettük a távot, és megint bebizonyítottuk, hogy működik, és sikeres volt a elmúlt időszaknak a felkészülése. Ez volt tehát az első Mosa-Magyaróvár-Győr 75 kilométeres verseny a Mosani Dunán. A sikereket látva alig a kérdés, hogy jövőre lesz folytatás. És már a célban! Én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, még az idő is kegyes volt hozzánk, igazából egy jégesővel megúsztuk az egész napot, illetve hát mögöttem már gyülekeznek újra a fellegek, de nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, minden rajtot időben el tudtunk indítani, mindenhol nagyon fegyelmezetten zajlott a vízre szállás, a parton, a készülődés, igazából semmi probléma nem adódott eddig. Ezt azért gyorsan le is kopogom, mert még nem ért be az utolsó a célba, rá még körülbelül egy órát kell várnunk, de mindenki a szintidőn belül teljesíteni fogja a távokat.